Kövessétek be a Facebook és Insta oldalamat, hogyha szeretnétek minden hónapban PGT Danis termékeket nyerni, és hogyha folyamatosan akartok értesítéseket kapni a legújabb videóimról, vagy esetleg rólam, hogy mit csinálok, akkor szintúj megéri bekövetni. Szeretnél király és hasznos PGT-es termékeket venni, akkor a leírás legfelső sávába kell kattintanatok, ott rámentek a shoppos linkre, és ott kedvetekre tudtok válogatni bármiféle termékek közül. Rengeteg van, szóval jó válogatás. Ha nem szeretnétek lemaradni egyetlen egy videómról se, akkor mindenféleképpen érdemes bekövetni az összes csatornámon, a képernyőn látjátok az összes csatornámat, de amúgy a leírásban is ott van, nagyon-nagyon szépen köszönöm annak, aki ezt megteszi. Na, hello mindenki, ez lesz a Sácskén Darvíjú ki, és itt vagyunk egy következő videóban, és most ebben a videóban nem más lesz, mint akkor azzal fogunk menni, ugyanis beívta az egész falut, úgymond a kórház ilyen vizsgálatra, vagy nem tudom. Szóval most ezért igazából egy csomó falusival itt vagyunk, szóval ja, ennyi, ja igen, és itt tartom, hogy a szokásan ki is, meg minden. Szóval ja, adtunk gyors kisnek kaját, meg minden. Na, és akkor menjünk is szerintem be, és keressük meg az orvost, hogy valami maga tud segíteni. Ki vagy mi? Hello. Maga szólt, gondolom. Hello, jó napot kívánok. Miben kéne segíteni, vagy nem tudom. Ez egy orvosnak tűnik amúgy. Legalábbis nekem nagyon úgy néz ki, hogy ő egy orvos talán. Ja, gondolom. Kezdünk kifogyni a mentőautókból. Aha, igen, és miben kéne tudnom segíteni? És kéne építeni. Hát nagyon-nagyon nem tudok építeni, nagyon csúnyán építek, de nagyon hálás lennék, hát megpróbálhatom. Megpróbáltok segíteni, de nem ígérem, hogy a legszebb lesz. Biztos lesz mondjuk valami, ahonnan tudok másolni, vagy valami. Szóval megpróbálom nagyon szívesen, de biztos vagyok benne, hogy azért. Úristen, köszönjük a kórház nevében. Hát, jó, van mindegy, megpróbáljuk, srácok, nem adom fel meg semmi. Ilyet kell építeni? Oké, jól van, megpróbáltok, ezt kéne lemásolni. Oké, hol van, és mikből? Ja, gondolom itt van itt van az alapanyag, jó. Hát, oké, hát kezdjünk bele akkor, nem tudom. Elsősorban itt vannak, jó, rendben, köszönöm. Oké, hát akkor vágjunk bele. Ha nem elég, akkor kérlek, szóval jó van, rendben van. Na jó, hát srácok, akkor egyből úgy kezdünk, hogy építeni, de nem már. Hát így hogy építsem meg, hogy itt van mellettünk egy autó, ezt valahonnan vigye már el, vagy nem tudom, nem tud arrébb állni a illetője, vagy valami? Mert ez így, jó mindegy, amúgy építem akkor a másik oldalra. Ja, építem akkor a másik oldalra, azt annyi. Na! Itt hány ilyen helykiagyás van? 3. Oké, 1, 2, 3. Nagyon jó, és ide is kell egy 1, 2, 3. Oké, és ezek megpróbálom csinálni egy ilyen mentőautót. Addig elintézek egy telefont, rendben, hello. Jól van, megpróbáljuk megcsinálni, bár biztos vagyok benne, hogy nem lesz túlságosan szép, de hát figyeljetek, ami rajtam múlik, azt én megteszem meg minden. Erre kell egy ilyet rakni, így ide, igen, így van, ide egyet. Na, aj, nem már, de csákány nem ak... Aj, csákány nem kaptam, nem tudom, hogy az éljem így ki amúgy, vagy nem tudom, de mindegy, oké. Így, nagyon jó, egészen jól néz ki, egészen jól néz ki, mindegy, majd utólag majd ki lesznek javítva a hibák rajta. Nem nagyon tudok vele igazából mit kezdeni, mert csákány nem adtak sajnos. De mindegy, oké, kell ilyen kvarclap. És ezen lesz majd rajta ez, nagyon jó, oké, kezd azért alakulni, na meg vagyok, oksa. Jól van, majd egy csákányt kérnék, hogyha esetleg lehet, vagy valami. Mert az mégiscsak kéne az építéshez, egyel feljebb. Csákány? Igen, hogyha valamit elrontok. Vas az jó? Nem. Csákány kéne. Csákányra lenne szükségem. Jó. Oké, vassákány. Ja, persze az is jó. Igen, igen. Jó, oké. És így ide egy ilyen keresztet. Nagyon jó, oké. Egész jó, de úgy esküszöm annyira. Jó, mondjuk csak át kell másolnom. Tehát, hogy azért túl sok dolgot nem csináltam még, ami így izé. Oda dobtam elvileg. Jó, rendben, köszönöm. Köszönöm szépen. Amúgy a belső hogy néz ki? Nézzük meg a belsejét. Itt egy láda. Ez láda direkt van itt? Vagy nem tudom. Ebben van egy könyv. Nézzük meg, hogy ebben mi van. Kedves mentős társaim, egy kincs el van rejtve itt. -906. 5-956. Ez így mi? Hallja, találtam valami kincses könyvet. Nem tudom, hogy miért volt ez a mentőautóba. Ja, csak egy legenda. Legenda? Miféle legenda? Sose találtuk meg. És keresték egyáltalán? Vagy nem is keresték? Vagy nem tudom. Hát le az ilyen könyvek nem szoktak hazudni.
vagy fogalmam sincsen. Elvileg show gyógyszer van arra. Hát akkor ez eléggé, nem tudom, fontosnak tűnik, vagy valami, ami jól jönne nekünk. Hát gondoltam, hogy jól jönne. Most pillanatilag, szóval, meg úgy alapból is. Hát mi az, ha unatkozol, utána nézhetsz? Hát jó, oké, szívesen utána nézek, de mondjuk lehet, hogy előtte be kéne fejezni a mentőautót. Figyeljetek, srácok, hogyha én izé, mert ha azokat megtalálja, az életmentő. Hát ja, izét nem adott nekem. Lépcső, 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 lépcső. Ilyen kvarc lépcső, nem tudom, hogy az van-e egyáltalán. Ez így fontos lenne a gumi miatt, vagy nem tudom miért van itt igazából. Oké, 32 van, oké, hát az is jó. Tökéletes, na! Akkor, jó srácok, figyeljetek, gyors befejezzük ezt a dolgot, ezt a mentőautót. Aztán szerintem megnézzük ezt a legendát, mert elvileg akkor lesz itt valami tökre király dolog. Szóval kíváncsi vagyok rá. Ló vagy malac? Hát inkább ló. Nem tudom, de mihez? Ja, ugye így az izére? Akarsz segíteni nekem? Az útra? Az király lenne. Az útra, oké, hát persze, akkor igazából egyetemű ló. Na, így, né? Nagyon jó, amúgy tökre királyul haladunk. Oké, ezt így szépen így előre. Szerintem nagyon baró. Szerintem nagyon baró lett, srácok, de úgy mondjátok meg, hogy szerintetek idáig milyen, mennyire király. Na látok, a belső amúgy akkor hogy néz ki? Igazából az ugyanabból a labból van, oké. Jól van, akkor ilyen lapokat rakunk be ide a belsejébe, nagyon jó. És amúgy szerintem, hogy nagyjából meg is van. Szerintem berendezni azt gondolom, hogy úgyis ők fogják. Legalábbis gondolom. Hát ő, ahogy látom, hogy inkább a malacot preferálja, jó van. Mindegy, srácok, szerintem akkor ezzel meg vagyunk. Inkább nézzük meg ezt a kincset, hogy ez mit rejt, vagy nem tudom. Remélem, hogy egy így elég lesz nagyjából. Köszönjük. Én köszönöm. Ó, kaptam ilyen lótojást. Ó, király. Na oké, akkor szedjük be ezt a lót, aztán nézzük meg, hogy mi van ennél a cuccnál. De szép fehér, jaja. Tök szép fehér, meg minden. Na, oké, gyorsan szedítsük be. Aztán menjünk el megnézni akkor, hogy mi van annál a pontnál, amit nekünk megadtak. Remélhetőleg tényleg meg fogjuk találni ezeket a cuccokat, amik elvileg ott vannak, aztán akkor még tök király is lenne. Na, szóval, mínusz 906 és mínusz 956. Szóval, mínusz 900... mennyi? Mínusz 906 és 56, oké. 56-ot keressük meg akkor elsőnek. Az így erre van, az pontosan itt van. 56, és igazából arra nő, szóval igazából így erre kell menni. Jó, oké, na akkor menjünk már csak egyenesen, és akkor keressük meg ezt a dolgot. Nem tudom, hogy ez vajon igaz ilyen, ez a legenda. Azt mondta az orvos, hogy elvileg csak egy legenda, nem biztos, hogy igazi, meg ilyenek. De ha igazi, akkor egy csomó jó gyógyszert találunk, ami úgymond a kóráznak végül is jó lehet. Szóval próbáljuk meg megtalálni, próbáljuk meg segíteni a falusiaknak, meg ilyenek, mennyire vagyunk messze. Igen, azt tudom. Mindjárt ott vagyunk. Lehet, hogy ebbe a faluba lesz. Az is lehet, hogy ebbe a faluba lesz, ki tudja. Majd kiderül. 956 az jobbrább van. Oké, pontosan ebbe az irányba. Pontosan ebbe az irányba kell lennie. És mínusz 900. Mínusz 900. Mínusz 906 és 56. Ez az 56 és ez a 96. Tehát elvileg akkor itt kéne lent lennie? Vagy mi? És 5. Tehát egyel feljebb van. Akkor vagy valamelyik házban van. De nem, hát itt vagyok. Itt vagyok pontosan. Ja nem, ez 66. Erre csökken. Aha. Erre van. Ben van a kútban? Ben van a kútban? Oké. Okay. Jól van. Aha, és ezek azok. Lol, wuf, kovács vagy kút? Hát ez a kútnál van. Én néztem a koordinátát, de megvan. Jó, oké, okay, megtaláltuk azt hiszem. Ja, hát ez biztos, hogy ez tele van gyógyítás, robbanó izé, regeneráció, sebb tapaszt, gipsz, csomó cucca, jaj, meg fogok fulladni. Jó, na most innen hogy jutok ki? Jaj, Istenem, de utálom ezt. Jaj, de jó. Jó van, mindegy, nem tudom, hogy fogok kijutni, megfulladok szerintem. Tök jó. De most meg mi van? Most ez így mi volt? Most mi ez? Woof, woof kell, blokk, hát valahonnan jó lenne, de azt nem értem, hogy már majdnem kiütöttem a izét. Már majdnem kiütöttem a ládát, már majdnem kijutottam. És valami ide került, és ez miatt nem tudtam kijutni. Tehát, hogy tök jó. Na jól van, hát akkor srácok. Aj, Istenem. Annyira jó. Annyira jó. Annyira jó. Nagyon élvezem. Tényleg nagyon élvezem. Jól van. Ó, kaptam ilyet. Ez kiadta. Ez kiadta. Valamelyik falusi, tessék, kisgyerek. Ja, ezt a falusi adta? Ezt melyik falusi volt? Melyik? Igen. Te voltál?
Nem, én. Oké, nem tudom melyik volt. Mindegy, jó, menjünk haza. Kicsi az újság tépézik. Na látok, merről jöttünk? Amerre... Erre jöttünk, azt hiszem, ugye? Ja, erre jöttünk. Átlános segítség. Oké, nem tudom mi ez, de mindegy, nagyszerű általános segítség valami. Mindegy, na, gyorsan menjünk, akkor visszaadjuk vissza az orvosnak a cuccot. És akkor király, megcsináltuk a küldetésünket, szóval minden jó. Reméljük, hogy használt veszek ezek a dolgoknak. És úgymond egy időben mindennel meglettünk, meg ezzel most csináltuk egy mentőautót is. Szóval ez is tök király. Szóval mindent meg tudtunk csinálni. Most már csak vissza kéne menni és oda kéne adni a cuccokat. Már látom is a kórházot, nagyon jó. Oké, mindjárt ott vagyunk. Amúgy erőital. Meg milyen potik vannak itt? Gyorsaságital. Mondjuk gyorsaságital az kicsit. Mondjuk az, hogyha valakinek eltörik a lába, akkor biztos jó. Mindegy, jó van. Na, hol az orvos? Hol az orvos? Paci, haladj már! Ő meg nem tudja, hogy kell lovagolni, de jó napot kívánok, doktor úr! Hello, figyelj, jó napot, mindegy. Na, megtaláltam a kincseket, parancsoljon. Igazából ott voltak egy kút mélyen. Köszönöm, hát nincs mit. Ennyi igazából az egész. Király, jó, oké. Na, maga egy isten, nem vagyok isten, hanem csak szimplán szeretek segíteni, vagy nem tudom, de mindegy. Jó, oké, srácok, király, ez az, hú, nyertünk, megcsináltuk a pályát, vagy valami, ilyesmi. Nem tudom, mindegy, köszi szépen, hogy tudok fel ebben a videóban. Ha tetszett, dövöttek egy lájkot, iratok fel a csatornámra, és találkozunk legközelebb. Én Tanám voltam, és köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!